az európai parlamenti választások tétje, hogy a nyugati vezetők felismerik-e, az emberek nem akarnak háborút. Hát én egy kicsit felháborítónak, nem is kicsit, nagyon felháborítónak tartom, mert egyrészt sajnáljuk, hogy háború van, emberek halnak meg, és akkor most még plusz vinnénk oda olyan embereket, akiknek semmi köze a háborúhoz. Csak azért, mert a nyugat ezt gondolja, az Európai Unió így látja jónak. Én nem tartom célszerűnek, hogy további államok beszálljanak ebbe a játékba, mert sajnos az odáig vezet, hogy egyik jön, a másik is jön, és akkor egyre többen lesznek, és sajnos a háború halottakkal jár együtt, ami senkinek nem hiányzik. Félek, hogy ne félnék. Nem a saját életemet, a gyermekeim, unokáit, életét féltem, de remélem, hogy a vezetés úgy tudja intézni a dolgot, hogy Magyarország ebből kimaradjon. Ez a másik férfi szintén tart attól, hogy eszkalálódik a háborús helyzet. Szerinte nincs olyan ember városunkban, aki ne békepárti lenne. Elég érdekes a helyzet, mi azért közel vagyunk az ukrán határhoz. Én azt gondolom, hogy ez valós veszély, nem örülök neki, hogy háború van. Attól én is tartok, hogy mi van, hogyha ez eszkalálódik, és nem is nagyon értem, hogy miért akar az Európai Unió olyan szinten beavatkozni, mint amit mostanában lehet hallani, látni, hogy akár csapatokat is küldeni. Nem értek ezekkel egyet. És hát én azt szeretném, hogy ennek a háborúnak vége lenne, és béke lenne, tehát itt lenne az ideje, hogy a háborúzó felek azok valamilyen megegyezésre jussanak. Én, amit a médiában látok, azt tapasztalom, hogy a kormány következetesen lép fel, mert folyamatosan annak a véleményének ad hangot, hogy béke szükségeltetik itt ebben a térségben, nem háború. A nyugati vezetők nincsenek tisztában azzal, hogy a kijelentéseik milyen következményekkel járhatnak. A magyar emberek elvárása az, hogy Európa ne küldjön katonákat Ukrajnába. Én nagyon szurkolok a Orbán Viktornak, mert okos, józan, meg valamelyik este hallgattam a tévébe a Szijjártó úrnak a beszámolóját, és hát elképesztő, hogy mi munkát végez, és szerintem jó úton haladnak, csak sokan legyenek, akik mellettük állnak is. Imádkozzunk, ez az egyetlen megoldás, nem tudok más mondani. Nyugat-Európában az ukrán győzelmet értik a béke alatt, de aki valóban békét szeretne, az tárgyalásokat és fegyverszünetet sürget, mondta televíziónknak Kuruc István. Hogy én középiskolás koromtól elítéltem minden szintű háborút, de ezt olyan szinten kell érteni, hogy még a gyerekeknek se engedem, hogy játékfegyvereket gyártsanak, de visszatérve a kérdésre, én maximálisan elítélem. Magyarország vezetői nagyon jól nyilatkoznak és úgy is tesznek, hogy ebből a háborúból mi maradjunk ki, ne csak ebből. Minden háborúból maradjunk ki, az nem jó senkinek. Olyan emberek lőnek egymásra, olyan gyerekeket tesznek árvává, akiknek a szülei nem is ismerik egymást, nem is találkoztak, még egy rossz szót nem szóltak. Ezt a háborút az öltönyös nyakkendős emberek akarják, akik viszont egymást megismerik. Minden szinten elítélem, és az a helyes, hogy semmilyen szinten ne legyünk benne ebbe a háborúba, még akkor se, hogyha talán az oroszok úgy kezdték legalábbis ezt a háborút, mint amiért mi elítéltük őseinket, például a trianoni szerződés alázsírásáért. Mert ő elsősorban nem erre a területet akarta, hanem az oroszok hagyják maga nyelvüket, az identitásukat, és ne legyenek hátrányosan megkülönböztetve. Úgyhogy én elítélem minden szinten is, maradjunk ki belőle. És ez nem csak az én véleményem, hanem az ország különböző részei sok emberrel találkozom, és én még olyan embert nem találtam, aki azt mondta volna, és nem találkoztam, hogy igenis ez a háború jó, nem jó, nem kell, ez senkinek se jó. És 2024-ben, már régebben, korábban is, én valahogy úgy gondolom, hogy minden egyes konfliktust nem háborúval kellene lerendezni, hanem megbeszélni, és
leegyeztetni. Most is nem csak ukrán háború van, más háború is van, mindegyiket elítélem. A magyar emberek elvárása az, hogy Európa ne küldjön katonákat Ukrajnába. Ez derült ki a századvég napokban közzétett közvéleménykutatásából is. A megkérdezettek kétharmada ugyanis elutasította Brüsszel háborús politikáját.